Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV-t, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióját látják. A város friss közéleti és sporthíreivel ez a pont ma, április 23-a péntek van. Egyelőre a szakemberek sem tudják, hogy lehet megmenteni a tettyei romokat. A Pécs TV által megkérdezett szakértők nem kívántak nyilatkozni. Milliárdok hiányoznak a kórházak kasszájából. A pécsi klinikák igazgatója szerint haladéktalanul meg kell kezdeni a finanszírozási rendszer átalakítását. És szombattól látható a Munkácsi trilógia. A festmények tárolásához UV-mentes fény, nem melegedő lámpatestek, 20 fokos hőmérséklet és legfeljebb 50%-os páratartalom szükséges. Egyelőre a szakemberek sem tudják, hogy lehet megmenteni a tettyei romokat. A Pécs TV által megkérdezett statikusok elzárkóznak még a lehetséges megoldások felvetésétől is. Mint mondják, a találgatások súlyos pereket vonhatnak maguk után. Továbbra sem lehet tudni, hogy ki a felelős a tettyei romok megrepedéséért. Kedd éjjelre olyan állapotba került az egyik fal, hogy a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk. Lehetséges megoldásokat kerestünk a fal megmentésére, de nem jártunk sikerrel. A szakemberek nem nyilatkoznak arról, hogy mi lehetne az a műszaki megoldás, ami segít elkerülni a fal összeomlását. Egy a Budapesti Műszaki Egyetemen tanító, a neve elhallgatását kérő tanszékvezető szerint ennek az az oka, hogy a szakmában dolgozók nem mennek véleményt mondani kollégáik munkájáról. Ha megtennék, komoly pereknek nézhetnének elébe. A felelősöket továbbra is keresik. A Pécs TV szerdai híradójában megkérdezett független szakértő szerint, akik figyelemmel kísérték a felújítást, mindannyian hibáztak. Jártam ott én is, láttam a tetjei romokat, lehet, hogy szólnom kellett volna. Sokan jártunk ott, egyikünk sem szólt. Mindeközben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal pécsi vezetője szerint lehetséges, hogy nem a munkálatok okozták a bajt. Römer Károly az egyik internetes hírportálnak azt mondta, egy 500 éves romról van szó, aminek az állapota folyamatosan romlik, így nem biztos, hogy az ott zajló munkák okozták a falrepedést. Az okokról és a keletkezett károk helyreállításának módjáról tehát továbbra is csak találgatnak. Felelősökről a szakértők szerint még korai beszélni. Merza Péter az EKF fejlesztési igazgatója kérdésünkre telefonon annyit mondott, hogy a tervezők dolgoznak, és legkorábban hétfőn találkozhatunk lehetséges megoldásokkal. A híradót Eiter Zoltán tudósította. Ismét kevés a pénz az egészségügyben, a kórházak bajban vannak, országosan több milliárd forint hiányzik az intézmények kasszájából. A pécsi klinikák igazgatója szerint haladéktalanul meg kell kezdeni a finanszírozási rendszer átalakítását. 65 milliárd forint hiányzik a kórházi kasszából, ez derült ki a Magyar Kórházszövetség EGRI kongresszusán. A megbeszélésen az is elhangzott, hogy a konvergencia program végrehajtása miatt az elmúlt években kivont 235 milliárd forintot vissza kell pótolni a rendszerbe. Ebből az idén 65 milliárdot várnak a kórházak és szakrendelők. Ez az összeg két havi finanszírozási összegnek felel meg. Én úgy gondolom, hogy ez a két havi finanszírozással el tudnánk azt érni, hogy a jelenlegi szerkezetben működőképes marad az egészségügy. Az egy másik történet, hogy a szerkezet átalakítás haladéktalanul meg kell kezdeni, és én azt gondolom, hogy a jövő egészség kormányzatának ez egy nagyon fontos feladata lesz. Az ágazati forráskivonás mellett az is sújtja az intézményeket, hogy 4 év óta 146 ezer forint a betegellátásért kapott országos gyógyítási alapdíj, miközben az inflációs hatások az átlagosnál is nagyobb mértékben nehezedtek az ágazatra. Az újságírók már láthatták a Munkácsi trilógiát, a látogatóknak azonban szombaton nyílik a kiállítás. Addigra teljes pompájukban ragyognak majd a képek. A kiállításra legkevesebb 70 ezer embert várnak a szervezők. Most 120. UV-mentes fény, nem melegedő lámpatestek, 20 fokos hőmérséklet és legfeljebb 50%-os páratartalom. Megérkeztek a képek. Csak így tárolhatóak ugyanis a világhírű Munkácsi trilógia festményei. Debrecenből először az Ecceomo és a Golgota képeket szállították Pécsre, csütörtökön pedig a Krisztus Pilátus előtt című alkotás is megérkezett a Ciszterciren Nagy Lajos gimnázium a dísztermébe. A sajtónak pénteken mutatták be a festményeket. Olyan szempontból is fontos, hogy csak látogatót fog vonzani, és ennek a művészeti értéke is nagyon magas, hogy tényleg megtalált mindenképpen ez egy nagyon-nagyon szerencsés lehetőség adott a város. Már csak azért is mondom ezt, mert valószínű, sőt majdnem bizonyos, hogy ez a három festmény együtt Pécsen egy időben
most először is utoljára tekintető meg ebben a 6 hónapban, amíg a kiállítást tartani fog. A festmények közül az Ecce Homo bevilágítása 90%-ban elkészült péntek délre. A szakemberek szerint a szombati hivatalos megnyitón teljes pompájukban ragyognak majd a milliárdos értékű képek. Mivel az Ecce Homo az most volt nemrég ugye restaurálva, ez kicsit problémát is jelent, ugye világítás nem, mert a friss lak az nagyon csillog. A másik két kép, de hát ugye ez értelemszerűen ugye jó állapotban van, a másik két kép pedig nem olyan régen volt folyamatos restaurálás alatt. A Munkácsi trilógia október 31-ig látható Pécsett. A kiállításra legkevesebb 70 ezer embert várnak a szervezők. Vasárnap zajlik hazánkban az országgyűlési választások második fordulója. Már most biztos, hogy kormányt a Fidesz-KDNP alakíthat, csak az a kérdés, hogy ezt kétharmados többség birtokában teheti-e meg. Azt azonban senki nem gondolhatja, hogy ennek a fordulónak már nincs tétje. A parlamenti patkó hamarosan kialakuló végleges összetétele cseppet sem mindegy, például itt Pécset sem. A Pécs TV vendége Horváth Csaba, politológus. Köszöntöm a stúdióban. Napot kívánok. A Medián felmérése szerint csupán a megkérdezettek 29%-a tudja azt, hogy a választókerületében kik azok, akikre szavazhat a második fordulóban, mégis a háromnegyedük elmegy szavazni. Mi erről az ön véleménye? Az emberek többsége az soha nem tudatosan szavaz. Nem is pártprogramokra, sokan még azt se tudják, hogy hogy hívják a kedvenc képviselőjük nevét. Érzelmileg szavaznak. De főleg ez a mostani választás az teljesen emocionális. Egy protestválasztás, mi ellen szavazunk, és akkor a másik oldalra fogok szavazni. Hogy kire, magam se tudom. De ez nem is fontos. Szintén a Medián felmérésében szerepel az is, hogy azokban a kerületekben, ahol az MSZP, a Fidesz és az LMP jelöltjei szállnak még harcban a második fordulóban, a Fidesz jelöltjének kétszer annyi esélye van, mint a többieknek. Önnek mi erről a véleménye? Hát már csak azért is, mert MSZP végletekig leharcolta magát, most ott tart, hogy senki nem hajlandó vele, vagy nem is tud senkivel se összefogni. Ez a Fidesznek kedvez. A régi szép időkben ez úgy zajlott mindig, hogy maradt három a második félidőre, a háromból egy visszalépett, és már is megvolt a második, akár első is lehetett. Most senki nem lép vissza. A Jobbik nyilván MSZP a vára nem lép vissza, fordítva is igaz ez. Az LMP nem teheti meg, hogy a hitelességét lehet más politika el ne veszítse. Így aztán a három egymást fogja majd szabdalni, és ez még jobban kedvez a Fidesznek. Ön azt mondta, hogy az MSZP elvesztette a hitelét az emberek között. Mit szól a mostani lépésekhez, az MSZP mostani lépéseihez? Egyre katasztrofálisabb. Ha még lehet, akkor még mélyebbre megy lefele, és zűlik az MSZP. Most már egyértelműen negatív kampányt folytat. Az emberek csak egy darabig vevők a negatív kampányra, de ilyenekre például, hogy szavazz az MSZP-re, hogy szavazz a demokráciára. Ki a kutyát érdekli ma Magyarországon a demokrácia? Tudomásul kell venni, a magyar népet nem a demokrácia érdekli, hanem az, hogy milyen az életszínvonala. Meg, hogy szavazz az MSZP-re, hogy Orbán Viktor egyeduralmát megakadályozzuk. Vagy szavazz az MSZP-re, hogy a fasiszták és a Fidesz így egybe mosva hatalmát megakadályozzuk. Nagyon rossz taktikát választott az MSZP, ezzel még jobban taszítja a szimpatizánsait, mert egyrészt nem hiszik el, másrészt meg már nem is érdekli ez igazán. Nagyon tanulságos volt, én tegnap láttam Gyurcsányt, és megijedtem tőle. Ugyanis hogy nézett ki Gyurcsány? Figyelik, egy pszichikai eset, rángatózott, még jobban, mint szokott, és akkor ilyen nem akarok itt mondani, mert egy politikustól nem szép dolog, hogy hülyeséget mondott, hogy senki se hatalmazta fel a Fideszt, hogy alkotmányt módosítson. Ő azért volt miniszterelnök, tudhatná, meg politikus, hogy aki kétharmadot szerez, az bármit megcsinálhat. Tehát ezzel vádolni a Fideszt, hogy ezt nem mondta, hogy alkotmányt módosít, ez is butaság. Tehát az MSZP-nek nagyon lehangoló a marketingje ebből a szempontból. Mégis a megkérdezettek kétharmada nem tartotta lefutott meccsnek a választásokat, pedig az már nem, ön szerint? Az. Hát sokan reménykednek, mivel való, hát már mint az ellenzék részéről reménykednek.
A Jobbik még abban, hogy esetleg egy-két körzetben esetleg még az MSZP-t megelőzi, vagy talán még a Fideszest is, de mondom, ez, hogy nem képesek összefogni, és nem tudnak összefogni a második, harmadik helyzet, ez egyértelmű eldöntötte a kérdést. Itt nagy szoros verseny talán a fővárosban látok, hogy ott azért a főváros mindig is baloldali, kicsit liberális baloldali beütésű volt, tehát ott egy-két helyen lehetséges úgynevezett meglepetés, hogy az MSZP képviselőjelöltje nyerhet. Ön szerint tudja majd tartani a mostani ígéreteket a Fidesz? Hát ha ígért volna, de hát nem is sokat ígért, mert Orbán Viktor jól tudja, hogy kényszerpályán van. Hát mit ígér? Ott van Kövér vagy Orbán, egyik azt mondja, hogy lesz adócsökkentés, másik azt mondja, hogy nem lesz adócsökkentés. Ha megnézzük a Fidesz programját, nincs mit megnéznünk rajta, mert nincs. Vannak általános ígéretek, konkrét nincs, mert jól tudja, hogy nem tudja, amúgy sem teljesíteni. 1 millió munkanélkülit, annak a felszámolását ígéri, tehát 1 millió munkahelyet lehet, de aztán utána rögtön módosított Orbán Viktor, hogy 8-10 év alatt természetesen. Tehát ezek olyanok, ezek az ígérvények is, hogy kényszerpálya lévén ezt nem egy hamar lehet megvalósítani, hanem középtávra. Tehát ez 2-3 éves volumenű ezeknek a úgynevezett programoknak a teljesítési lehetősége. Ön szerint a Fidesz-KDNP most már borítékolható győzelme milyen hatással lesz a pécsi helyi politikára? Hát Pécsnek meg különösen fájdalmas, ugye, hiszen Pécs is, Baranya is nagy rész baloldali volt itt, hagyomány szerint, mind a 3 választó kerületben MSZP-s jelöltek nyertek, és most mind a 3-an, még a legnagyobb, Szili Katalin, a legnagyobbnak számító is simán vesztett. Ez szerintem Pécset ugyanolyan politikai folyamatot fog majd generálni, ahogy az országosan is, ahogy az MSZP választások után el kell számolnia önmagával, és valakinek azért csak felelősséget kéne már kimondania, meg önkritikát, hogy mégiscsak hogy jutottunk el idáig, úgy Pécs városában ez pontosan ugyanúgy igaz a helyi MSZP-re is, hogy el kell majd számolniuk, és ha lehet, akkor, mert mindenképpen szükség van, és én azt mondom, egy megújuló baloldalra, egy szociáldemokráciára, hogy e fele kell venni az irányt, de hogy itt nagyon nagy változások lesznek az MSZP-ben belül alsó szinten és felső szinten, az abban biztos vagyok. Köszönöm szépen a beszélgetést, lejárt az időnk, választások után visszatérünk majd. Köszönöm szépen. Most pedig további híreink következnek. Éjszakára bezárják a nevelési központ belső udvarát, a környékbeliek egy része tiltakozik, mások viszont örülnek az újításnak. Megtudtuk, eddig is zárni kellett volna a területet. Este 9 óra zárják az Apácai körtéri agórát. Korábban mindig nyitva volt, sőt kerítést és kaput sem találhattunk. Mint megtudtuk, az volt a hiba. Komolyan megmondom, hogy a köztereket köszönjük. Lezárjátok ilyen kora hajnalba. De azért nagyon szépen köszönjük. Ez a kapu most nyitva van, napközben bárki használhatja az agóra területét, azonban éjszakára a közös értékek megóvása érdekében bezárják. Ez is a felújítás része volt. Nem zártuk le, ugye ez egy alkalmi lezárást jelent, éjszaka védjük ezzel a mi épületünket. Egyébként mindig is az intézményhez tartozó agóráról volt szó. Hivatalosan úgy mondják ezt, hogy korlátozottan megnyitható közterület ez. Már a felújítási tervekben is szerepelt egy átmeneti lezárás kerítéssel, kapukkal. Nagyon jó, voltak problémák, csak most az a probléma jelenleg, hogy kerítésén kiviszorultak a rongálók. Napközben, sőt még a hétvégéken is bárki használhatja az agórát sötétedésig. Szent György a cserkészek védőszentje. Idén a Magyar Cserkész Szövetség 6-os számú kerülete hétvégi programsorozatot szervez Pécsett. A rendezvényre 150-200 résztvevőt várnak. A program célja alkalmat biztosítani a kerület cserkészeinek a közös munkára. Arra gondoltunk, hogy a 2-es busz vonalának 16 busz megálló párját és ezeket összekötő szakaszokat fogjuk a szeméttől megtisztítani elsősorban. Előjáróban szeretném leszögezni, hogy ez nem a város köztisztaságáért felelős cégek felé egy kritika, hanem inkább az emberi figyelmetlenség és a rongálási hajlam az, amit szeretnénk egy kicsit így részben pellengére állítani, részben pedig megmutatni azt, hogy ezek olyan jelenségek, amik ellen egy-egy ember egyedül nem annyira,
Közösen azonban nagyon sokat tehetünk. Jövő hétfőtől két héten át Pécsett és környékén harci repülős gyakorlatot tart a honvédség. A polgármesteri hivatal közleményben felhívja a figyelmet. A légijárművek gyakorlata során a zajhatásokat a résztvevők ígéretük szerint igyekeznek majd a minimális szintre csökkenteni. A Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnoksága ezúton is kéri a lakosság megértését és türelmét. Most pedig lássuk, mi egyéb történt Európa kulturális fővárosában az elmúlt 24 órában. Hírösszefoglalónk következik. Korai fejlesztés, logopédia és gyógytestnevelés. Ez a három fő terület, ahol a pedagógiai szakszolgálatok munkatársai tevékenykednek. A pedagógusok magas szintű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek, emellett rendszeresen speciális szakmai továbbképzéseken is részt vesznek. Erre jó alkalmat nyújt egyebek mellett a szakszolgálatok 11. országos konferenciája, melyet városunkban rendeznek pénteken és szombaton. A szakemberek a rendezvény első napján a sajátos nevelési igényű gyermekek problémáiról, a logopédia, a mozgásfejlesztés legújabb kérdéseiről, illetve az autizmus témaköréből bővíthették ismereteiket. Szombaton újabb előadásokkal folytatódik a konferencia. Lezárják az aradi vértanúk útja északi sávját a Klimó-Kodály-Bartók aradi vértanúk útja kereszteződésnél mintegy 3 méteres szakaszon. Hétfőtől gázvezeték rekonstrukció miatt ott több helyen munkagödröket tárnak fel. Emiatt a forgalmat jelzőr irányítja, így különösen munkanapokon komolyabb fennakadásokra és torlódásra kell számítani. A munka várhatóan 4-5 napig tart majd. A környéken közlekedőknek arra is érdemes figyelni, hogy félpályás útlezárás lesz a Bartók Béla utcában a Kacsó-Pongrác utcánál. A forgalom ott váltakozó irányban haladhat. Megújul az egykori tímárház szárítópadlásán található múzeumi foglalkoztató tér. A Várostörténeti Múzeumban a közelmúltban elhunyt helytörténészről elnevezett Bezerédi Győzőterem új külsőt, bútorokat, korszerű technikai és demonstrációs eszközöket kap. Így 2011-től elsősorban az általános és középiskolások tanulását segítő programokat szerveznek ott. A korszerűsítést uniós támogatásból valósítják meg. Ismét nagyszabású kulturális eseménynek ad otthont városunk. A hétvégén Pécsett rendezik a 11. országos és nemzetközi vasutas fúvorzenekari találkozót. A fesztivál házigazdája a Pécsi Vasutas Koncert Fúvorzenekar, amely az EKF program hivatalos nagykövete. Az együttes mellett a fesztiválon Békés Csabai, Dunakeszi, Sásdi zenészek és mazsore csoportok szerepelnek, de érkeznek fúvósok Erdélyből és Ausztriából is. Szombaton a zenekarok hangversenyt adnak a zeneparkban, késő délután pedig a Széchenyi téren koncerteznek, vasárnap délelőtt a város különböző felújított közterein adnak 30 perces térzenét a fesztivál résztvevői. Most pedig lássuk, milyen időjárásra számíthatunk térségünkben a következő napokban. Szabadbacsábító napsütés lesz a hétvégén, kellemes tavaszias időre számíthatunk. Szombaton ugyan időnként erősen felhős lesz az ég, esetleg kisebb eső, záporeső is előfordulhat, de már egyre több lesz a napsütés, a hőmérséklet pedig 16-21 fok között várható. Vasárnap aztán igazán napos tavaszi idő lesz, csapadék nem valószínű. Élénk szél mellett a hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Pénteken este visszahódíthatja a bajnoki aranyat a Mizó Pécs 2010 együttese. A Sopron elleni döntő 3. mérkőzés ezekben a percekben is zajlik. Ha a Füzi Ákos csapata nyer, akkor a kupagyőzelem mellé egy bajnoki arannyal zárjuk a szezont. Ha nem, akkor kedden folytatódik a párharc. A pécsiek vezetőedzőjével még a találkozó előtt beszélgettünk. Bizakodóak vagyunk, úgy jöttünk el ma a mérkőzésre, hogy megteremtsük az esélyét annak a mai találkozón, és hogy győztes mérkőzést tudjunk megvívni, még akkor is, hogyha Vajda András Nikololdi nem tartott velünk a sérülése miatt, de érezzük magunkban az erőt, hogy ha olyan helyzetet tudunk teremteni, akkor azt meg is ragadjuk és győzünk. Most lezárjuk a párjadat. Megvan már a fejedben a győztes taktika? Ezzel a furcsa felállással? Hát nem változtatunk mi a taktikám. Egész évben edzettünk mi egy rendszerbe, egy szisztéma szerint. Most ezekkel a
rendelkezésre álló játékosokkal kell ezt a taktikát megvalósítani, eddig sikerre vezetett. Két eshetőség van ugye, hogyha ma este nyerünk, miénk a bajnoki cím, ha nem, akkor pedig folytatódik a párharc. Egészen pontosan hogy fog zajlani a további program a két esetben? Hát tételezzük az optimista verziót, hogy nyerünk, akkor hazajövünk és befejezzük, hogy nem edzünk egy darabig, hanem mindenfelni fogunk, és akkor vége a szezonnak. Akkor utána lesz egy hetes pihenés, azért a fiatalabb játékosok még májusban edzenek, a többiek szabadságok. Amennyiben nem nyerünk, akkor szombat délután elvileg egy regenerációs edzés, és vasárnaptól meg készülünk a keddi 4. találkozóra. Ez volt a Pont ma Pécs TV-n, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióján. A város friss közéleti és sporthíreivel továbbra is rendszeresen várjuk Önöket a képernyők elé. Írjanak nekünk, vagy hívjanak minket, és ne feledjék, tudósításainkat, riportjainkat megtekinthetik a www.pechtv.hu honlapon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!